Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mert ő az, aki idealizmusából egy jottányit sem engedve egy csökkenő szellemiségű világban vívja utóvétharcát a hamistalmi csillagás mindenkori erőszakos áradatával szemben, az örök emberi értékrend védelmében teszi ezt a krokodil torkában. Szép jó estét kívánok, engedjék meg, hogy bemutassam ezt a kötetet. Ez egy életmű, breviárium az ezredfordulóról. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dienes Ottót. Jó napot, tanár. Jó napot kívánok. Honnét a cím? Hát onnét, hogy az ókori római, vagyis illetve az egyiptomiak a krokodilt tartották a káosz hírvívőjének, vagy hozójának. Ez egy több évtizedes irodalmi munkásság összegzése, és természetesen a képzőművész se hagyjuk ki. Én ahogy olvastam, ebben benne van az egri srác, az eltés magyar-francia szakos, angol szakos bölcsész, a vasvár és a telekis tanár, benne van a hivatalnok, a Lilli egyetemi tanár, a bölcsész doktor, a nemzetközi kapcsolatok referense, minden benne van. Hát igen. Ez így benne. Teljes és egységes és egész. Esszék, tanulmányok, nagyszerű tanulmányok, remek esszék, interpretációk. Hát kezdjük hála, talán ezzel. Hát hála Istennek a szerzőket azt jól választottam ki már annak idején is, 20-30, majdnem 40 évvel ezelőtt is már, amikor kezdtem én foglalkozni ez a magyar szellemtörténetnek nevezett irányzattal, amelynek fő propagátora Hanvas Béla, Várkonyi Nándor és többi mások. És én nagyon örülök, hogy Fehérváron is, sőt egész Fejér megyében én foglalkoztam először ezekkel a nagy kaliberű filozófusokkal, meg tudósokkal. Elsimon László volt a kötet bemutatón a moderátor, igen. Ő köszöntötte önt és a kötetet. És számtalanszor beszéltünk vele arról, hogy az esszé a legnehezebb műfaj. Igen. Annak tükrében, hiszen állítólag bárki tud írni, de esszét írni az egy egészen különleges dolog. Hát, hogy került hozzá közel ehhez a műfajhoz, tanárul? Hát, hogy mondjam, én mindig is ilyen esszé gondolkodó voltam. Egy-egy témát szoroztam, osztottam magamban, folytattam, kiviteleztem, véghez vittem egy-egy gondolatot, és hát így születtek meg ezek a másokra is támaszkodó esszék, hiszen a bizonyos könyvekre támaszkodva fejtette ki az ember az ő saját nézeteit is. Mi a különleges Hanvas Bélában és Várkonyi Nándorban? Hát ami tovább visz bennünket, ami ad nekünk. Megtanít bennünket egyrészt gondolkodni, megtanít bennünket arra, hogy a látható és a láthatatlan világot azt ne vágjuk ketté, tudjunk szellemi kategóriákba gondolkodni, tehát hogy el tudjunk szakadni a nyers fizikalitástól, és hát szellemi perspektívából, táblatokban tudjunk gondolkodni. Amikor a köteteiről beszélünk, a megsemmisítő beteljesedés misztériuma, a kompozíciók ezekről, a sötétség tudatosítása és a tökéletesség megőrzése, ez mind-mind közel hoz bennünket ahhoz a tárgyhoz, amit ön azt mondom, hogy egészen magas szinten kifejt. Közel hoz bennünket természetesen, de itt olyan szellemi távlatokról esik szó, olyan metafizikai távlatokról van szó, ami azért a hétköznapi életben nincs meg körülöttünk sem, sőt még a tudományokban sem mindig van benne az, hogy meg tudjuk haladni az ösztönvilágunkat. A metafizika kulcs szó? Is. És igen, kulcs szó lenne, hogy túlhaladni a fizikalitáson, túlhaladni az ösztönvilágon, és egy etikus, rendezett világban létezni,
ami hát ugye nagyon-nagyon elképzelhetetlen. Nagyon fontos kérdés, hogy az esszéhez miként viszonyul a köznapi olvasó. Tudjuk-e értékelni, vagy hogy, mert hogy ugye az esszé az olyan mélységekben gondolkodik, amelyet kellenek hozzá bizonyos előtanulmányok, ismerni a tárgyat, és ráadásul megérteni azt a gondolatsort, azt a gondolatvilágot, igen, amit elénk tár az író. Hát mindennel, ami szellemi, avval meg kell birkózni, minden fokon meg kell birkózni, és csak kis lépésekkel lehet tovább haladni, fölül emelkedni az állatvilág aspektusain, hogy úgy mondjam. Mennyire népszerű az esszé mostanság? Hát Magyarországon szerintem nem túlságosan népszerű az esszé az átlagos olvasó szempontjából. Nálunk hát az értelmiség egy része, mondjuk, kielégülést talál abba, hogy esszéket olvasson, mert hiszen olyan távlatokban fogja meg a valóságot, amely hát közvetlen környezetünkben nem tapasztalható, tehát szellemi síkra kell átmennünk, hogy értékelni tudjuk magát a gondolkodást és a gondolkodás mibenlétét és a gondolkodás irányultságát. Az irányultság az rendkívül fontos. Az nagyon fontos. Igen. Az irányultság az nagyon fontos, hogy merre felé. Mert hát a szörnyetegek területén is lehet bármilyen valóságot elképzelni, mint azt meg is teszik a különféle filmek, előadások millió számra, ugye egy olyan valóságba visznek el bennünket, ami nem éppen spirituális. Erre utalt az a bevezetőmben említett mondat is. A talmi csillogás mindenkori erőszakos áradatával szemben az öröki emberi értékrend védelmében. Igen, ugye ez igen. Az esszé volt a kép. Igen. És hát itt közben jönne a vallások szerepének is a tisztázása végül is, hogy etikus élet vallások nélkül jelen pillanatban még nem létezhet a földkerekségen, mert nagyon-nagyon bele vagyunk még gyökerezve a mammon imádatában, hogy úgy mondjam. Nem tudnak sokan mást elképzelni, mint a harácsolást, a nem is tudom micsodát. És hát persze bizonyos anyagi jólét kell ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat, spirituálisan is, de azért az elsődleges a spiritualitás, hogy milyen etikailag milyen fokra tudtam fölemelkedni. Vagyis, tehát az az alap, ez kéne, hogy legyen az alap. Nem így van, ezt tudjuk. Igen, hát mi a vallás terminus technicus az ön megért gondolat sorában? Melyik hát, az az alap, amire bátran és bízvást támaszkodtam? Én gondolkodásom szerint minden létező dolgot az emberi agyhoz létre. Tehát ugye a Bibliában is benne van, hogy nem maga Isten szól hozzánk, hanem embereken keresztül, tehát olyan szellemi nívót birtokoló embereken keresztül nyilatkozik meg maga az Isten, akit vagy elfogadok, hogy van, vagy nem, de nem az a lényeg, hanem az, hogy hiszek-e Istenben. Ezt már én egyszer kifejtettem beszélgetés közben is. Tehát nem az a lényeg, hogy van Isten, nincs Isten. Ez egy szörnyű félreértés, és itt vérpatakok folynak a történelem folyamán azért, hogy most az én Istenem vagy a te Istened. Nem az a lényege a vallásnak, hanem hogy hiszek-e. Akkor is, ha nincs. Most ez egy paradoxonnak tűnik. Igen. De ugye Krisztus is mit mond, hogy boldog az, aki hisz, de esetleg nem lát. Nem kell mindent, amit elhiszek, fizikailag bizonyítani. Tehát az alap mindenképpen a hit.
Hát a hit az hit nélkül, ez az etika nélkül nem nagyon tudom elképzelni. Miként lehet a hitet kiegészíteni úgy, hogy függetlenül attól, hogy nem hiszünk, csak úgy, abban az értelemben, ahogy ön is megfogalmazta, de mégis boldogságra törekedve teljes életet élni. Igen, a teljes élet élésének egy módozata, sőt, hát legfőbb módozata lenne ugye a hit, amely, hát hogyha Jézust veszük alapul, ugye ő minden olyan tételt elmond, ami szükséges ahhoz, hogy az emberi világ, az társadalmi világ legyen, együtt élő világ legyen, mert máskülönben, ahogy én is szoktam értelmezni, hogy emberiség mint olyan nem létezik. Van emberi faj, vagy emberek számbeli összessége, de emberiség az egy olyan egymásra utaltságot kifejező kifejezés lenne, amely mindenütt békében meg lenne egymással. Tehát hol látjuk ezt most mi a földkerekségen? Nagyon mély gondolatok. Hadd kérdezzem meg tanár úrhoz, vannak-e követői, segítői, olyan barátai, akik hasonlóképpen gondolkodnak? Hiszen azt tudjuk, hogy kitárulkozik a író-olvasó találkozókon, könyvbemutatókon. Vannak-e olyanok, akikkel napról napra ugyanígy gondolkodva tovább tud lépni? Hát én ezt nem mondanám, hogy olyan gyakori előfordulása az emberi nemnek az, hogy az ember szót tudjon érteni, vagy tovább tudja vinni a saját gondolatait. Hát egyszer-egyszer találkozik az ember olyan valakivel, akit hasonló témák, vagy hasonló szellemiség izgat, vagy vezérel, de túl sok nincs. De azért a legtöbb ember, akiben már fölébred az egyrészt az irodalom, a művészetek, a vallás iránti érdeklődés, azokkal már lehet beszélni. Lehet gondolkodni, elmélkedni, de nem olyan gyakori. Az életmű nem kevésbé fontos része a vers. Ugye az íve van az ön verseinek mindenképpen. Meg annyi témát boncolgat, fedeztet fel velünk, átéléssel teszi ezt, és ráadásul különleges stílusban. Ez minden egyes vers, ha teljesen új előttem, az akkor is tudjuk, hogy ezt Dienes Otto írta. Hát ezt nagyon köszönöm, már ugye egy költőnél is lényeges, hogy egyéni hangja legyen. És én mondom, gyerekkoromban Egerben nevelkedtem, én engemet olyan a hazafiság, mint szellemi közeg olyan erősen birtokába kerített, hogy sehol máshol nem tudtam volna olyan magyarrá lenni, mint Eger városában. És most találtam egy pillanat, Egerről fogunk beszélgetni, viszont a kompozíció kezekről nem találomra nyitottam ki. Ez jellemző arra a sokszínűségre, ami a verset is jellemzi, az ön verseit. Hegyek, síkságok, városok felett gigantikus kezek nőnek ki a határtalan messzeségekből, testetlen kezek eltűnt testvérek kezei, nem érezték még egymást melegét, a vér lüktetését, az összefonódott ujjak testvéri szorítását. Ennyit csak kivonatosan. Világtalan kezek tapogatnak, hegyek, síkságok, városok felett, magányos kezek bolyonganak nappalokban, éjszakákban. Igen, hát hogyha ez tudatosan meglenne, akkor lenne emberiség. Igen. De sajnos ez a egymás keze után való jelképes tapogatódzás, ugye, ez nagyon lényeges lenne, de hát mit látunk most is a legújabb világunkban, amiben élünk, hogy egyháza, vagyis vallások akarják elpusztítani a vallást, másik vallást. A verseiből én azt a tapasztalatot szűrtem le magamnak, hogy néha keresi a témát, máskor pedig az jön magától. És pontosan olyanok, mint majd később beszélünk, mint a képzőművészeti alkotásai. Igen. Vagy mint az esszéi. Tehát ezek különböző lépcsők? Hát lehetséges. Biztos, hogy van összefüggésrendszerük.
a verseknek, az esszéknek, meg a képzőművészeti alkotásoknak. Én szeretek utána menni annak a fadarabnak, követni, hogy ő mit akar magából kihozni, ugye? Mert sokszor nem az a probléma, hogy az ember egy darab botot, vagy egy ágat, vagy valamit megforag, hanem az, hogy mi jön ki belőle, mi kívánkozik ki belőle. És ha már kikívánkozik valami az anyagból, az már mondani is akar valamit, vagy szeretne mondani. Mondjuk én elég szubjektív vagyok a költészetben is, tehát mondjuk habár 16 éves koromban égettem el egy nagy verses füzetemet, amiben csak az a fias versek voltak Egriból lévén. Hát egy Egri Sásztól más, persze. Mert ugye akkor már érezni lehetett azt, hogy ezeket a dolgokat inkább titkolni kell, mint kimondani. És egy váratlan, buta pillanatomban bedobtam a Csikó tűzhelybe a jó vastag füzetemet, ami teli volt. Hát ilyen értelemben hazafias versekkel, hát nagyon sajnálom, de hát líra területén inkább a szubjektív líra területén maradtam. Igen, hát a szubjektum fontos, mint ahogy az is fontos volt számunkra, és itt egy egészen kis kitérő 1956. Önnek testi-lelki jó barátja volt Keszei István, ami igen, nagyszerű 56-os költőnk, Franciaországban társ volt, barát volt. És most igen, figyeltük meg, a Matuz János rendezte a 56-os ünnepségen, amit gyermekek és fiatalok csináltak fantasztikusan, teszem hozzá, méltóság teljesen. És igen, ami a legtöbb volt benne nekem, az a hang ott mögötte, ami az ön gondolat sorát tartalmazta, és azt hiszem, hogy még mindig beleborzongok, ha utána nem adtuk igen, még le, de majd egyszer sort kerítünk rá, ígérem. Honnét jönnek ezek a nagyon-nagyon mély gondolatok? Például 56-ról. Hát egyrészt a korom miatt, még én eléggé a régebbi generációhoz tartozom, engem még vallásosan neveltek, az Egri Szorényi iskolai általános iskolában még vasárnap templomba mentünk, és ezek olyan mély nyomot hagytak az emberben, és egyetlen egy igazi parancsot tanultam meg, hogy Isten szeme mindent lát. Tehát bármit csinálok, megítéltetem, és ez elég volt az élethez. Még talán ma is elég az, hogy Isten szeme mindent lát. Mert akiben ez nem nevelődik bele, az soha nem lesz eléggé fegyelmezett, szolidáris, empatikus a többi ember iránt. Tehát azt okvetlen tudnom kell, hogy mikor, mit követek el, miért követem el, és milyen a minőség ennek az elkövetésnek. Nagyon fontos tudni ezeket a dolgokat. Nem öregasszonyos templomba járásról van szó az én esetemben, hanem az, hogy valamiben hinni kell, valami kapaszkodóba kapaszkodni kell, valami süllyedő csónakban is valamibe bele kell kapaszkodni, hogy ne süllyedjünk el teljesen, és talán ma már egyedül a vallás adja meg ezt a, mondanám azt, hogy illúziót, de pozitív illúziót, hogy a világ nem teljesen az értelmetlenségnek a szüleménye, hogy van értelme a létezésnek. Ugye egy vallásos embernek, aki valamit építeni szeretne a életében, azért erősen kell hinnie, mert saját magának kell értelmet adni, az ő saját maga létének. És az a csodálatos a vallásokban, a legtöbb vallásban, hogy értelmet ad annak, hogy élünk, hogy valamit csinálunk, valamit létrehozunk. Persze nem a tömegprodukciókról van itt szó, meg a mindenáron való
versengésről, mert annak sincs sok értelme. Az meg beletorkolik a totális pocsékolásba, ami aztán fölemészti a földünknek az összes energiáját, és akkor vége a játéknak. Hát igen, mert hogy ez nem játék. Azért maradtam csendben egyéb iránt, mert azt hiszem, hogy ilyen méltóság teljesen összefoglalni, amit a hitről nekünk tudnunk kell, hát ritkán halljuk. Viszont egy kicsit kell, hogy beszéljünk a képzőművészetéről. Ugye már beszéltünk a fáról, a kis plasztikákról röviden. Most azonban essék szó először, aztán szóba kerülhet ez is nyilván, azokról a játékos festményekről, amelyekkel egyszer találkozhattunk. A közelmúltban rácsodálkoztam ismét. Jól emlékszem, az Aranybulla könyvtárban volt. Igen, igen, az most benne van a könyvben, csak ez. És benne van a könyvben is. Egyéb hagyomány. Honnét jön ez a villódzó játékosság? Igen. Ez tulajdonképpen egy nagyon furcsa produkció, mert nem prekoncepcióval jöttek létre, hogy eldöntöm, hogy most mit fogok festeni. Tehát, mit tudom én, le fogom festeni ezt vagy azt a tájat, vagy mit tudom én, milyen mondani valót, hanem kicsit humoros oldalára fogva a dolgot, ugye az ember a fest, akkor van egy palettája, amin keveri a festéket. És ez keveri, rakosgatja a festéket, végül annyira telli lesz már a festék foltokkal, hogy az újonnan rátett festéket már meg se különbözhet, és akkor félreteszi a palettát, elővesz egy másik farost darabot, farost lemezdarabot, és azon folytatja a festést. És halmozódtak már évek óta ezek a félretett, letett paletták, és egyszer valahogy kezembe kerül egy ilyen paletta, kezembe veszem, és egy csomó figurát látok, csak mondom, hozzá kéne egy kicsit nyúlni, és akkor aztán körbe rajzoltam ezeket a figurákat, arcokat, szemeket, szájakat, mindent, és még valami jelentősebb dolog is került rá, valami tárgy, vagy valami, azt is körbe rajzoltam, és akkor utána, mint egy talány előtt ott álltam, a saját tudatalattimból kijött művel. Hogy vajon ez most micsoda? Hogy ez micsoda. És hát, hogyha alaposan megnézte ezeket a képeket, azért mindegyiknek van témája, mindegyik valami összefogó gondolatot, legyen az humoros, vagy tragikus, tartalmaz. És akkor így jöttek létre, ugye, amikor az egyik valóban palettámon rárajzoltam ezeket a szeszelő figurákat, ami a falusi kocsmákban szoktak ilyen figurák ott lábadozni, ugye, meg iszogatni. És hát mi most milyen címet adjak neki, valami jó cím kéne, és hát azt adtam neki, hogy lesz még szőlő, lesz még lágykenyér, ugye már rábá szoktunk mindig takarózni, igen, vagy bánatunk van, hogy lesz még szőlő, lesz még szágykenyér. Ez az áloptimizmus, ugye. És akkor egy másik képen, amikor már kész lettem vele, ott látok egy a képből kifutó malacot. A böllér tőrrel egy röfögő, nevető patkány ott a malac előtt, ugye, bottal mindennel felfegyverkezve üldözik a malacot. Hát zseniális fölismerés, ugye? Az volt, hogy malacka pedig megpróbált menekülni. Tehát gyakorlatilag átviszem, senki nem fog megmenekülni a végzetétől, és akkor ez beleíródott ebbe a képbe. Igen, mert bármennyire is komolytalannak tűnik ez. Ez nagyon tűnik, is komoly dolog. Tűnik, ez az, hogy csak tűnik, de nem az, halálos nem az. Komoly. Ez nagyon is komoly dolog. Hanvas Béla féle fehér humor, hogy már végső soron nem tudunk mit csinálni, csak nevetünk a saját bajainkon, meg a szörnyűségeken, amik körülvesznek bennünket. Hát ha csak elképzelő, hogy egyes emberek miket mondanak ma tévében, rádióban, mikkel fenyegetőznek, meg mit tudom én, hát egyszerűen döbbenetes. Beszéljünk még a fáról. Ugye itt is fa dolgokról van szó, a fa megkívánja, hogy mi legyen belőle. Igen. A fa,
él. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nem így van. Nemrégében mondta Csomortáni Gál László barátom, a székely képzőművész, hogy a fa mindig él, a fa megkívánja az alkotást, és ahogy nézem az ön alkotásait, a fa tárgyai is, azok teljesen természetesek. Tehát nincs benne semmi mesterséges. Igen, ez így van, mert a lényegre tapintottam a fadarabbal valamiféleképpen, tehát kihoztam belőle azt, amit nekem jelent. És ezzel lelket adtam annak a fadarabnak, és ugye más is azt mondja, hogy Úristen, hát hogy jutott az eszedbe? Vagy hogy ilyen pózba kerüljön. Tanár úr, ez a kötet, ez a breviárium, én azt hiszem, hogy akinek megvan, az nagyon boldog lett. Tehát én például boldog vagyok nagyon. Hát nagyon örülök. Mégpedig azért, mert hogy a teljesség DNS Ottósan, és ez valóban példaértékű. Igen, hát egyik kis rövid szövegemben van a Confessio Brevissima, tehát a nagyon rövid vallomásban, hogy ugye a világ az egy kettős dologból áll, a szellemi meg a fizikai dologból. Most ugye a globalizmussal a szellemi részét próbálják elpusztítani, beleértve a vallásokat és mindent, és csak maradjon meg a fizikai része az ember agyának, hogy egyen, igyon, szórakozzon, stb. És ezzel ugye az embertől elveszik azokat a ugródeszkákat, vagy szalmaszálakat, amiben tud kapaszkodni, vagy tudott eddig kapaszkodni valami transzcendentális, magasabb szellemi lét felé. Hát, hogy mi lesz ennek a vége, nem tudom. Én minden esetre azt kívánom önnek búcsúzóul, hogy ne engedjen az idealizmusából egy jottányit sem, visszatérve keretbe zárva a kezdetekkel, és igenis vívja az utóvétharcot a talmi álságos csillogással szemben, mert hogy szükség van önre, és szükség van erre a harcra, és sajnos nincs kétségem felőle, hogy ez még sokáig így lesz. Köszönöm szépen, hát, hogy megtiszteltem. Én is nagyon köszönöm ezeket a meleg szavakat, amelyek azért biztatást is adnak az embernek. Habár mondjuk ahhoz, hogy valami túl nagyokat alkossak, ahhoz már nincs idő, de hát úgy éreztem, hogy ennek a könyvnek a kiadása azért némi ízelítőt azért csak nyújt abból, hogy mit csináltam itt én Fehérváron 50 év alatt, vagy 40 év, 45-50, vagy nem is tudom hány év alatt. Köszönöm minden székesfehérvári nevében, megtisztelt. Köszönöm kedves szépen. Kedves nézőink, DNS Otto volt a vendégem a fehérvári beszélgetésekben, és a Krokodil torkában című életmű kötetről beszélgettünk. Önök is olvassák el, ha tehetik, megéri, higgyék el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!